Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyar érzelmű ember bárhol jön a világban, a mai napról, március 15-éről megemlékezik. Arról, ami történt 169 évvel ezelőtt, 1848-ban. A Füleki Csemadok Alapszervezet nevében köszöntjük vendégeinket Pásztorról, hiszen a Csemadok Alapszervezettel a Pásztori Rákóczi Szövetségnek és a Magyarok Világszövetségének is évtizedekre nyúló kapcsolata van. Öröm, hogy ma közösen ünnepelhetünk velük, köszöntjük Farkas Attila alpolgármester urat és a pásztori delegáció minden tagját. Köszöntöm vendégeinket Füléről, ahonnan a Barátfüle Polgári Társulás tagjai minden esztendőben velünk ünnepelnek. Köszöntöm a Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület tagjait és barátainkat Magyarországról. Köszöntöm vendégünket, Csúsz Péter urat, a Losonci járás egyetlen magyar képviselőjét, Besztercebánya megye önkormányzatát. A hazaiak közül pedig tisztelettel köszöntöm Fülek város polgármesterét, Agócs Attilát. Valamint városunk alpolgármesterét, Kerekes Lászlót. És főként önöket köszöntöm, kedves közönségünk, akik ünnepelni és emlékezni vágynak. Engedjék meg, hogy tisztelettel felkérjem Farkas Attilát, Pásztor alpolgármesterét, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. És uraim, tisztelt ünneplő közönség, először is engedjék meg, hogy átadjam Pásztor város üdvözletét és szeretetét. Polgármester úr ugye sajnos nem tudott eljönni, mert városunkban is rendezvény van, és ő képviseli a várost. És ugye én képviselem most így a településünket, ez pont jó is jött ki, mert én gyermekkorom óta rengeteget járok Fülekre, Losoncra, ugye itt Nógrád megyében nőttem fel én is. És ugye szóba került már a műsorvezető is mondta, hogy mit keresek én itt egyáltalán. A kapcsolatunk úgy kezdődött, hogy megismerkedtem Szorák Zsuzsával, a Csemadok Füleki Szervezetének vezetőjével, és tavaly Pásztón rendeztünk egy testvér települési találkozót, és oda természetesen úgy gondoltam, hogy a felvidéki magyarság is képviselje a Kárpát-medencei magyarságot, hiszen ugye tavaly volt a 60. évfordulója az 56-os forradalom kitörésének. És innen jött a kapcsolat, és akkor úgy esténként megbeszéltük, hogy a közös nemzeti ünnepet is együtt fogjuk tölteni, de ezúttal nem a maradék csonka Magyarországon, hanem itt a felvidéken. Én közben szóltam itt a kollégáimnak, akik itt vannak, mert eredetileg történelem tanár lennék, és hogyha nagyon belefeledkezek a történelmi eseményekben, akkor fél óráig is engem fognak hallgatni, és gondolom nem rám kíváncsiak, de különböző jeleket megbeszéltünk, hogy jelezni fognak nekem. Én még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek, felemelő érzés számomra, hogy határon túli magyarsággal együtt ünnepelhetem a magyarság egyik legszebb ünnepét. Ezt annak idején Kossuth Lajos is említette, hogy a múlt a jövendőnk tükre, és milyen igaza volt neki, mert már akkor tisztában volt vele, hogy március 15-e a világban élő, bármelyik országban élő magyaroknak az egyik legfontosabb ünnepe lesz. Járhatunk Ausztráliától kezdve az Amerikai Egyesült Államokig, minden magyarul beszélő és magyarul érző ember ilyenkor felteszi a mellkasára a kokárdát és gondol a szülőhazájára. Természetesen március 15-ét annak idején, meg most is minden rendszer, minden politikai párt megpróbálja kisajátítani. Ez egészen így volt 1867 után is, mikor megtörtént a kiegyezés. Hiába, hogy Ferenc Józsefet már elfogadtuk magyar királynak, de természetesen azért az osztrák-magyar monarchiában a
azért nem lehetett nagy állami ünnepségeket rendezni. Természetesen változott a helyzet a Horthy rendszerben, de akkor is történtek bizonyos finomítások, akkor elsősorban nem Kossuth apánk szerepét emelték ki, Petőfiét még úgysem, hanem elsősorban Széchenyi és Deák volt a favorit. A második világháború után változott a helyzet, Kossuth került az előtérbe, amíg nem jött a bolsevik diktatúra, akkor természetesen Petőfit és a népi részét hozták elő a 48-as forradalomnak, de Petőfi szavait is meghamisították, átértelmezték, és szegény Petőfi akkor feltámadt volna, maga is elborzott volna, hogy milyen emberek hivatkoznak őre. Mit is ünneplünk, és még azért egy kicsit nem akartam politizálni, de azért belekeverem a mai politikát is. A rendszerváltás után is történtek próbálkozások kisajátítani március 15-ét. Én 89-90-ben már 20 éves voltam, és én bíztam abban, hogy ezen a nemzeti ünnepen talán az összes politikai párt tud együtt ünnepelni. Ez nem nagyon valósult meg. A rendszerváltás lájkán volt Magyarországon egy pár, a nevét nem mondom ki, mert még azt sem érdemlik meg, hogy a nevüket emlegessük. Három madár jelképezte őket. Olyan kokárdát hordtak politikusaik, hogy a mellkasuktól a hasukig ért, de ezen eszmekör vezetői, illetve utódai a mai napig mindent megtesznek azért, hogy a magyarság között ne legyen összetartó erő. 2004. december 5-én kampányoltak a kettős állampolgárság ellen, manapság az olimpia ellen, mindig kampányolnak valami ellen. Egy érdekük van, hogy a magyarság között ne legyen összetartó erő. De visszatérve arra, hogy mit is ünnepelünk március 15-én, nagyon-nagyon röviden, bár mindig elfeledkezem magamról, azt elismerem. Ünnepeljük, hogy hazánk 1541 után, az ország három része szakadása után újra elnyerte a függetlenségét is, még ha csak rövid időre, amit viszont nagyon-nagyon ünnepelhetünk, bár a forradalmunkat és szabadságharcunkat leverték, de utána az úgynevezett hajnamú majd a bakkorszakban is, a kiegyezésig is, a jobbágy felszabadítás megtörtént, már nem tudták semmissé tenni. 1848-ban Magyarországon megszűnt a feudalizmus, és elkezdődött a polgári átalakulás. Én nem akarok egy történelmi órába belekezdeni, de nagyon röviden. Ugye már Petőfi is megérte, 1848-ban elindult a népek tavasza, Párizsban kitört a forradalom, elérte az összes európai jelentős várost, Bécsben forradalom volt, és a bécsi forradalom híre eljutott Pozsonyba is, akkor még nem Bratislavának hívták, hanem Pozsonynak, és Pozsonyban volt akkor a, tulajdonképpen a Magyarország székhelye, lehet mondani, hogy Magyarország fővárosa volt, és a pozsonyi országgyűlésen a magyar felsőház és alsóház elfogadott egy feliratot, amivel elindult egy 100 tagú küldöttség a Dunán Bécsbe, és elvitték az uralkodónak, hogy szentesítse azokat a pontokat. Közben március 15-én kitört a forradalom Budapesten, a történetet szerintem itt mindenki ismeri. Én csak két dolgot szeretnék innen kiragadni, és a 12 pontból is egy pár dolgot, hogy melyek voltak a legfontosabb gondolatok. Sajtószabadság, felelős minisztérium, évenkéti országgyűlés, ekkor veszíti el majd Pozsony a jelentőségét, mert magában a 12 pontban is követelik, hogy Pesten legyen mindez, és az úrbéri viszonyok megszüntetése és a közös teherviselés. És ugye ezen a napon volt az, amikor Petőfi elszavalta a Nemzeti Múzeum lépcsőjét, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Petőfiék, illetve a mátyusi ifjak már akkor is érezték, 169 évvel ezelőtt, hogy van egy láthatatlan globális hatalom a világon, amely az egész világ sorsát irányítani akarja. Ilyen páholy mozgalmak már akkor is léteztek a 18. századtól, és ez volt a magyarság első szabadságharca és küzdelme bizonyos erők ellen. Ezek az erők ma is működnek, én nevén természetesen nem nevezem őket, de egy a lényeg, hogy 1848-ban a magyarság példát mutatott, gazdag és szegény, nemes és nemtelen összefogott, és egy sikeres forradalmat megvívott március 15-én. Tisztelt ünneplők és megemlékezők, a márciusi forradalom mindenki számára világos győzött, azt követően jöttek az áprilisi törvények, amelyek gyökeresen átalakították Magyarországot, és úgy nézett ki, hogy minden szép és jó, de a
1801 aztán már lehetett érezni, hogy bajok lesznek. Bajok lesznek, mert Bécsben leverték a forradalmat, és számítani lehetett rá, hogy a Habsburg ház törekedni fog a restaurációra, illetve Európában a viszonyok is úgy alakultak, hogy úgy nézett ki, hogy a magyar forradalomnak is vége lesz. A bécsi udvar nagyon taktikusan a nemzetiségeket uszította a magyarság ellen, hiába volt jobbágy felszabadítás, a románok Kaszát és Baltát fogtak, a szerbek ugyanezt a délvidéken, és a Kárpát-medencében megtörtént az első etnikai alapú népirtás. Itt a felvidéken szerencsére nem volt gond, a felvidéki magyarság, szlovákság közösen harcolt a magyar szabadságért és függetlenségért. Ekkor még nem volt Uhorszka meg Magyarszka, ekkor még egységes volt az ország északi része. A bécsi udvar első támadását, ezt is tudja mindenki, Jelasics vezette sikeresen. Visszavertük, a másodikat is visszavertük, amit Windisch Grieg vezetett, és úgy nézett ki, hogy teljesen győzött a magyar szabadsághoz. Ekkor azonban Ferenc József ifjú császár, és még csak bitorolta a magyar királyi címet, a Szentszövetség segítségét kérve, segítséget kért első Botos Miklóstól, és 1849. augusztus 13-án világosnál kénytelenek voltunk letenni a fegyvert. Brutális megtorlás következett aradi vértanúk történetét, illetve a bebörtönzöttek történetét mindenki ismeri. Ami a lényeg, és ez a legfontosabb, és emlékezzünk erre, hogy a magyar szabadság sosem bukott el, ha nem történtek volna meg az 1848-as, 49-es események, valószínűleg nem következett volna be az 1867-es kiegyezés sem, és Magyarország történetében ez volt talán az a durván 30 év, amikor az ország a legtöbbet fejlődött. Természetesen a 20. században rengeteg tragédia érte, nem természetesen rosszul mondtam, sajnos, sok tragédia érte a magyarságot, két világháború, trianoni békediktátum, bolsevik, először nyilaskeresztes diktatúra, majd bolsevik diktatúra, több százezer magyar kitántorgás a nyugatra, de a magyar szabadság eszmény nem bukott el, és én őszintén bízom abban, hogy továbbra sem fog elbukni. Uralkodhatott rajtunk tatár, török, osztrák, orosz, manapság meg mások is, de én nagyon bízom a magyar szabadság ügyében és az összetartásban. Én nem szeretném tovább szaporítani a szót, egy nagyon rövid mondattal szeretném zárni. Éljen a magyar szabadság és éljen a haza. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, alpolgármester úr! Most pedig engedjék meg, hogy köszöntsem a Mi egy vérből vagyunk című ünnepi műsorunk szereplőit. László Attilát, a Csillag születik tehetségkutató műsor harmadik szériájának győztes énekesét, aki a Székely testvéreink képviseletében fogadta el meghívásunkat. Muzsla néptánc együttes tagjait és a pásztói folk bandet az anyaországból. A hazaiak részéről közreműködik Fekete Gábor, a Kohári István általános iskola tanára. Valamint Gálon Solya, Princ Réka és Balogh Maros, a Füleki Gimnázium versmondói, Burovincz Laura, a Petőfi Sándor program ösztöndíjas a diákjaival, akik énekelnek és zenélnek a nagy nap tiszteletére. Végül pedig a Füleki Prokultúra férfi kar tagjai Fehér Miklós karmesterrel az élen. Jó szórakozást kívánok! Még a földön ember él, a költő visszatér. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. Magyar közepén élt valahol egy mély, hol felszámítva
jelent az ég. Nem kíván más, csak saját hazát, hol övi a dans a szó, hol aranyból, sárból születik majd tudós sármodó. Európa közepén nincs többé haza, kerékbe tört vágyait gyilkosok hada. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér, még a földön emberén, a költő visszatér. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér, még a földön emberén, a költő visszatér, még a földön emberén. A nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek. A nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén, hogy megértsék egymást. A nagyszülők szíve kerekalma, beleharaphatnak a más nyelvű unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, leülhetnek a más nyelvű unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők. Elfogy a kerekalma, kihűlnek a tiszta szobák. Az unokák nem tanulják meg a varázsigéket, és elfelejtik a világot. Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágba borulnék, nyílnék a fiúnak, s nyílnék én a lánynak. És az elmúlásnak
beszélnek. A sivatag szélén páran nem maradok, koptok állnak kék kaftánban. Mellükön apró kincs, bilincs a kereszt. Hullámzó sivatag, fodros a dűnék orma, itt a szél örökkön kanok, szemük hunyorog, könnyes. Mióta? Századok, ezredek, a fáraók óta? Örök. Örökkön szembefú minden szél, de a kopt konok. És a szél dúdolja, szakadatlan húhog. Tudjátok-e, koptok? Egyszer majd elkoptok. A fáraók lelke már a homoknak susog. Így megy ez, jó koptok. Elkoptok, elkoptok. Elkoptok, mint piramis és annak minden éke, kopik a szentek képe, ódon kopt templomok falán. Íme a kopt béke. Templomáján szent patak, nem csobog hallgat, ahogy a bölcspapok arcán a kopt béke imádkozik. Tudjátok-e, koptok? De hagyjuk, éppen estemetik. Hű, zizeg a sivatag, az égen nincs felhő, a város minaret erdő kéküllői bill. Térdik homokban kicsi templomok, szent patak tükre a falakra villog, a boltíveken sután csalfa fény játszik. Csoda, és messziről nem látszik. Jaj, semmi sem látszik. Soha. Liheget hullámzott akkor is a barbarikum. Hullámzik minden, az idő, a sors, a világ, a semmi. Nincs mit tenni. Minek? Nem lehetünk istenek. Árat apadt a népek sora, a sors nevetséges, a história ostoba. Megátkozott hitünk nekik pogány. Bak, vad. Lám az idő halad. Az idő keresztényé vert, taposott. Sok volt csigitből, nőtt az új had. Nomád a szó is, mert csavarog. Nomád a szerelem, dzsigit a lopott csók. Az asszonyok maradnak. Ők tanyák, városok, falvak, maradnak az anyák. És lettek apáink, Jézust kiáltó harcosok. Harcoltak, s meghaltak. Ez volt mindig a világ rendje. Hújjúj előre, törökre, tatára, muszkára, labancra. Aki jött, arra. Vagy előre. Ez agyra megy. Pardon, egyre. Úgyis minden fejfa mohos, szürke. Törökre, tatára, muszkára, labancra, ki karddal jössz dőlt velük sírba, asszonyaikkal bokorba. Vérét, létét, magját szélbe, földbe, ölbe szórta. Jöttek, mentek, haltak, győztek, és maradtak. Maradtak. Nomád madarak, házi madaraknak, kit megdöntenek, többé nem válogat. Ki az Isten? Hiába nézel az égre, egyáltalán mi végre? És végre jött, és pusztított, a győztes, a segítő Európa, és markában rögött a Habsburgi idea modern mása. Lovd meg, és uralkodj. Ki az Isten? Hiába nézel az égre, egyáltalán mi végre? Gratulált az Antant, meg a Muszka, és még sokan mások. Tudják a csokrokat, a cselid lépcsőn várat. És az ég kék, ragyog, mint a kék koptok kék kaftánban. Kik fáznak a szélben, a sivatagi éjben, a hazában. És a szél dúdolja, szakadatlan húhog. Tudjátok-e, koptok? Egyszer majd elkoptok.
szobát hallom én. Bárki messe követ rám, ez itt az én hazám. Széthullnak a morzsák. Ezer elheti, ezer cipelheti saját odujába, mégsem elég neki. Nem sajátja zsákmány, nem eled el méreg. Ízelész, szagavész Isten ebédjének. Belémdekes bendő nem nevel izmokat, zabálhat, tűnődhet reggelünk is sokat. Ha egyszer magunk rántjuk le az asztalt, hogy a bor, hogy az úr most már eleget falt, eleget egyezett hamis egészséget, lappangó íze és
szaga lett a vérnek, hogy ki kell okádni a patok partjára, csahos gazdáinknak arany portjára, hadd mossa az eső, s patakvíz pofánkat. Még egyszer hadd lássunk büszkének, tisztának, Európa őrzői, nem csahos kutyái voltunk, fogainkat meg lehet számlálni. Vagy büszkén állunk ki saját erdeinkben, vagy mindkét kezében verje meg azt Isten. Ha minden kiderül, hogy mégsem sikerül, hisz tegnap elhitte, hogy álmod teljesül. Biztosan
Kedves közönség, műsorunk ezzel a végéhez ért. Engedjék meg, hogy megköszönjem az ünnepi műsor összeállítását Szvoráj Zsuzsának, a Csemadok Füleki Alapszervezet elnökének. Felkérem a tisztelt közönséget, hogy a műsor után tiszteljék meg jelenlétükkel a koszorúzást, ahol közreműködik a Pásztori Folk Band zenekar. Mindenkinek szép estét kívánunk a szervezők nevében, búcsúzik a műsor moderátora Marcinkó Zoltán. Most pedig kérem, énekeljük el a himnuszt. Thank you.
Thank you.